nézegeted az időeredményeket, 50-nél második, 100-nál első, 150-nél első, a végén második. Nem vagy csalódott? Nem, egyéni legjobbomat úsztam, nagyon. Hát közben azt hittem, hogy nem fog utolérni, vagy egy hát reménykedtem, de aztán utolért sajnos, ez van. Tudtad, hogy Katka lesz a legnagyobb ellenfeled? Sejtettem. Sejtetted. Hogy vagy megelégedve egyébként a magával az úszással? Az összes fordulómat úgy érzem, hogy jól oldottam meg, jól jöttek ki a falak. Most látom, hogy egy picit erősebben kezdtem, mint én azt gondoltam. De közben ez tűnt kényelmesnek, úgyhogy hát így alakult. Belegondoltál már abba, hogy ha nincs egy hosszú Katinka, akkor most a te aranyérmedet ünnepeljük? Hát ha nincsen hosszú Katinka, akkor nem minden így alakul. De van hosszú Katinka. Az viszont jó döntés volt, hogy a jövő SC-be átjöttél, ugye? Most már bebizonyosodott ezen az Európa-bajnokságon. Miben más a munka, mint amit korábban végeztél? Hát csapatban úszhatok. Pécset egy kicsit más volt a helyzet, ott nem voltak ilyen erős csapattársaim. Szerintem igen, jó döntés volt. Hát ez most két érmet tudtam szerezni, ilyen még nem volt. Nem fáj egy picit sem a szíved, hogy egyik érem sem aranyérem? Nem, ez szépen fokozatosan. Gondolom azért ezek az eredmények nagy-nagy lendületet adnak, hogy érdemes csinálni a londonig vezető úton. Igen, úgy gondolom, hogy érdemes. Szerintem is lendületet fogadni. Szerintem jól sikerült ez az Európa-bajnokság. Ezt aláírtad volna előre is? Persze, hogy aláírtam volna.